Szia, kismama! A mai videómban egy olyan problémáról, elég kellemetlen problémáról fogok beszélni, ami a legtöbb kismamát érinti a terhesség és a szülés során. Ez pedig nem más, mint a szorulás és az aranyér. Ebben a videómban elmondom azt, hogy ezt hogy kerülheted el, és hogy mit csinálj akkor, hogyha ezekkel tényleg találkozol a terhesség alatt. Rácz Kata vagyok, dúla, szülésfelkészítő és két kislány anyukája. A dúlaságot Magyarországon és az USA-ban tanultam, a szülésfelkészítői végzettségemet pedig az USA-ban szereztem. A videóimat azért készítem, hogy többet tudj meg a terhességről, az egészséges szülésről, hogy a szülésed az ne csak egy olyan orvos által levezetett esemény legyen, ahol te egy passzív szereplő vagy, és ahol csak úgy történnek veled az események, hanem valóban egy felemelő, megerősítő, gyönyörű élmény legyen az életedben. Na tehát a szorulás. Hogy ez miért alakul ki, és miért kísért a terhesség során. Most egy kicsit itt vissza kell mennünk az iskolába és a biológia órára. Talán emlékszel még, hogy a testünkben kétféle izom van. Van az a bizonyos haráncsíkolt izom, amit akaratlagosan tudunk mozgatni. Tehát amikor én így csinálok, akkor ezeket a haráncsikolt izmaimat mozgatom. Amikor megyünk, haráncsikolt izmokat mozgatunk. Bármilyen mozgással, akaratlanos mozgással a haráncsikolt izmainkat mozgatjuk. De van egy másik típusú izom is, mégpedig ez a sima izom. Ezt akaratlanunktól függetlenül működik. Például a szívünk az ver. Akkor is, ha akarjuk, meg akkor is, ha nem akarjuk, az mindig ver. Ugyanígy a beleink mozognak, hogyha azért, hogy a tápanyag áthaladjon rajta. Tehát ezek ilyen sima izomból vannak, amiket nem tudunk akaratlagosan mozgatni. A méh az is egy ilyen szerv, ami sima izomból van. Tulajdonképpen az egy nagy izomzacskó, és ezt nem lehet akaratlagosan mozgatni. Na most a terhesség során az a cél, hogy ez a nagy izomzacskó, ez ott ne nagyon izzeregjen, mocorogjon, hanem ez úgy nyugalomban legyen. És ezért a test az olyan hormonokat termel, hogy ezek a sima izmok, ezek nem mozogjanak annyit, hogy ezek nyugalomban legyenek. És igazándiból a fő cél az a méhnek a megnyugtatása ezzel, és hogy a méh ne mozogjon, viszont a mellékhatás az az, hogy a belek sem mozognak annyit. Na hát és mi van akkor, hogyha a belek nem mozognak? Hát bizony akkor van a szorulás. Hogy lehet a szoruláson segíteni? Elég sok dologgal. Az első és talán a legfontosabb az a táplálkozás. Mégpedig nagyon fontos, hogy a terhesség során rostus ételeket egyél, zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiörlésű gabonából készült kenyereket, és próbáld elkerülni az ilyen sima lisztből készült ételeket, mert ezek bizony ellene hatnak a bélmozgásnak. Három nagyon fontos ételt emelnék ki, amiket tanácsolok a terhességed alatt. Az egyik az a datója. Most vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 6 szemet ebből meg kell lenni naponta. Hát én azt mondom, hogy egyél annyit, amennyi jól esik, de azért arra nagyon vigyázz, hogy a datója, az bár egy nagyon rostos étel, és hál' Istennek alacsony, illetve közepes a glikémiás indexe is, tehát nem fogja nagyon megdobni a vércukorszintedet hirtelen, ami ugye nem jó se a babának, se neked, de azért nagyon magas a cukortartalma, tehát ez egy energiabomba. Tehát egyél belőle nyugodtan, a bélmozgásodat segíti valóban, de vedd figyelembe, hogy ez egy energiabomba. A másik ilyen nagyon fontos élelmiszer az a zabpehely. A zabpehely az egy ideális rostforrás, fehérjét is tartalmaz, főleg, hogyha tejjel vagy joghurttal készíted el, és egy lassan lebomló szénhidrát. Tehát ez sem emeli meg a vércukorszintedet, szépen lassan bomlik le, és mivel nagyon rostos, ezért úgy megmozgatja a beleket. Tehát a zabpehely például egy ideális reggeli a kismamáknak. A harmadik étel az tulajdonképpen nem is egy étel, hanem egy inkább étrend kiegészítőnek mondhatnám, ez pedig nem más, mint az utifű maghé. Hogyha angol nyelvterületen érsz, akkor ezt ilyen psyllium husk néven fogod tudni megtalálni. Na most ezt az utifű maghét ezt lehet kapni bioboltokban, lehet kapni drogériákban, többféle helyen. Itt el is hoztam is egy kicsit, ezt így megmutatom nektek, mert ez ilyen, hát ilyen fűrészpor-szerű és fűrészpor ízű valami, nem semmilyen íze nincs. Na most ezt el lehet keverni vízben, bele lehet rakni levesbe, túróval kikeverve, fantasztikus túrógombócot lehet vele készíteni. Gluténmentes, semennyi kalóriát nem tartalmaz, mert ez ahogy belement a beledbe, úgy ki is jön. Viszont
egy nagyon jó dolgot csinál, részint azon túl, hogy tömény rost, egy ilyen finom bevonatot képez a bélben, és a végtermék olyan bársonyos lesz tőle, és sokkal könnyebb megszabadulni tőle. Most itt megmutatom, ugyanennyi ez, ami az előző a pohárban volt, hogy fel is emelem ezt is, tehát ez két evőkanálnyi rost, na most ezt itt vízbe feloldottam, itt az alján még azért van egy kis rost, de hát látszik belőle, hogy ebből mennyi lett. Tehát ez így borzasztóan megdagad, és egy ilyen kemény zselés valami lesz. Hát nem túl gosztusos, de meg lehet inni akár így is, de ahogy mondom, levesbe, túróba, belekeverve, bármivel fogyasztható, tehát ez nagyon-nagyon tudja segíteni az ilyen kemény szorulásos problémákat. A táplálkozás mellett még a másik nagyon fontos dolog az a mozgás. Tehát a kismamáknak azt szoktam mondani, hogy legalább naponta fél óra séta, ez nem kell, hogy egybe legyen, lehet, hogy reggel egy kicsi, este egy kicsi, délbe, amikor időd van, csak annyi, hogy mondjuk ne villamossal menj el a boltba, hanem inkább sétálj el egy pár megállót, vagy menjél biciklivel, vagy ne ülj be az autóba, hanem csak sétálj a helyett egyet. Tehát ez nagyon fontos, hogy legalább fél órát mozogjál. Ez lehet séta, lehet kismama jóga, úszás, biciklizés, aquafitness, illetve ha a terhességed előtt is jártál fitnessterembe, akkor egész nyugodtan folytasd ezt a terhességed alatt is. Tehát a mozgás az jót tesz az állóképességednek, segít a szülésre való testi felkészülésben, és ráadásul a mozgás nagyon jót tesz a közérzetednek is. Az ilyen alkalmak, például egy magányos séta, az alkalom lehet arra, hogy egy kicsit úgy beszélgess magaddal, beszélgess a kisbabáddal, friss levegőn legyetek, oxigénnel telítsd a szervezetedet. Ráadásul a mozgás során felszabadulnak azok a bizonyos endorfinok, amik olyan kellemes, megelégedetté, boldoggá teszik az embert. Tehát azon túl, hogy a mozgás az jót tesz az állóképességednek, a szülésre való felkészülésben segít, jót tesz a közérzetednek, és jót tesz bizony a bélmozgásodnak. Tehát egy kis mozgás azon megmozgatja a hasizmokat is, és ezáltal megmozgatja a beleket is. Tehát segít a szorulás megelőzésében. Na most a szorulás elkerülése az azért is nagyon fontos, hogy elkerüljük az aranyéret a lehetőség szerint. Mert mitől is lehet az aranyér a terhesség alatt? Hát az elsőbb és leggyakoribb ok az az, hogy olyan erős szorulás van, hogy bizony az aranyéret vált ki. De kiválthatja az aranyéret maga a megterhelés is. Tehát csak az, hogy már a végén az a hatalmas, nagy, 10 plusz kiló, ez, hogy elgondolod, ez úgy nagyon nyomott mindent, és ugyanúgy nyomja a végbeledet is. Tehát sajnos már ez maga is okozhat aranyéret. És ami még szintén okozhat, illetve fokozhatja a helyzet súlyosságát, az az, hogyha nem elégséges a vér és nyirok keringés. Amit okozhatnak például a rossz vécézési szokások. Nagyon fontos tehát, hogy amikor szorulásod van, akkor is még a végszükség esetén, még akkor se üljél órákig a WC-n, mert azzal csak rontasz a helyzeten. Tehát amikor tényleg ilyen nagyon nehéz megszabadulni a dolgoktól, akkor valakit küldjél gyorsan a patikába, recept nélkül lehet kapni glicerinkupot, és ez pár perc alatt segít a problémán. Miért nem jó órákig ücsörögni a WC-n? Hát részint azért, mert már ilyenkor elég nagy a testsúlyod, még nagyobb a nyomás a végbélre, ugyanis ott a végbél az nincs alátámasztva, az ott szabadon van, tehát ez egy még rosszabb pozíció. Ráadásul, ahogy ülsz, a combod az úgy ráül a WC-deszkára, és ez bizony elnyomja a keringést, és nem olyan hatékony lesz a keringés. Tehát ez még inkább segíti az aranyéret. Tehát nagyon fontos, hogy nem szabad sokáig üldögélni a WC-n. Tehát a WC-re ne vigyél magaddal se telefont, se könyvet, hanem mihelyest elintézed, gyorsan állj föl, és menj tovább. Tehát lehetőleg gyorsan es túl ezen a problémán. Ráadásul, amit még javaslok, az azt, hogy a nyirok keringést javítandó, vessél be egy-két lexikont, vagy egy-két régi szótárt. Mégpedig úgy, hogy ide teszed szépen a WC elé, és felteszed a lábadat, ráteszed, és akkor egy kicsi előre dőlsz. Na, ezzel már nagyban tudod javítani a nyirok keringésedet. Ami még nagyon fontos, hogyha mégis kialakult az aranyéred ezeknek az óvintézkedéseknek az ellenére is, akkor nagyon fontos, hogy ezt nagyon tisztán kell tartani. Tehát, hogy ez nehogy begyulladjon, mert az egy borzasztó fájdalmas dolog. Viszont pánikra nincs igazán ok, mert ez a szülés után ez visszaalakul, hogyha helyesen étkezel, és hogyha ezt helyesen kezeled, tehát kenőccsel lehet ezen segíteni, akkor a táplálkozással, mozgással elkerülni a további szorulást, és hogyha kell, akkor bizony be kell vetni ezt a glicerin kupot, hogy ne legyen olyan nagyon kemény az a probléma. Na most aranyér
az kialakulhat bizony a szülés során is. Ugyanis a kitolásnál, amikor a baba jön ki, akkor ott az egész gát környéket feszíti, és ez a nyomás ez nem csak a hüvely kimenetére nehezedik, hanem bizony a végbél záróizmai is nagyon nagy nyomás alatt vannak. Tehát gyakran ilyenkor alakul ki az aranyér. Viszont ez ellen lehet tenni, mégpedig úgy, hogy ez tulajdonképpen a gátvédelem részét kellene, hogy ez képezze. Azzal lehet segíteni, vagy elkerülni az aranyér kialakulását, hogy amikor jön ki a kisbaba, akkor a szülésznő egy steril gézzel úgy ellentart, egészen egyszerűen egy kicsit úgy nyomja vissza, hogy ott ne jöjjön ki az, aminek ott nem kell kijönnie. Vagy ugyanúgy például a vízben szülésnek, ez Magyarországon nagyon kevés helyen lehetséges, de a vízben szülésnek is ez az egyik lényege, tehát így védi a gátat, és így védi a végbélet is, hogy a víz azt tulajdonképpen ellentart, hogy ott ne repedjenek meg a dolgok. Tehát ezt is beszéld meg, és kérdezd meg, hát ez nem annyira az orvosnak a kompetenciája, hanem ez sokkal inkább a szülésznője, tehát azt javaslom, hogy amikor bementek a szülőszobára, akkor ezt még az elején próbáld megkérdezni a szülésznővel, és próbáld neki jelezni, hogy te nagyon szeretnéd, hogyha így segítené csökkenteni az aranyér kialakulásának a lehetőségét a kitolási szakasz után. Nagyon fontos, hogy a szülés után is, tehát hogyha mégis kialakult, akkor nagyon fontos, hogy akkor is rostús táplálkozás, a szorulás kezelése, nem időzni a WC-t, és nagyon fontos, hogy tisztán tartani, hogy nehogy begyulladjon, és kenőcsökkel segíteni a visszaalakulást. Hát remélem, hogy ezekkel a gyakorlati tippekkel segítettelek abban egy kicsit, hogy ezeket a kőkemény és nagyon kellemetlen problémákat kezelni tud, meg tud oldani. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra is, hogy ne maradj le a többi videómról, amik mind a terhességről, szülésről, szoptatásról szólnak, hogy a szülésed könnyebb, egészségesebb és boldogabb legyen. Nézd meg kérlek a websájtomat is, www.tiédaszülés.hu, ahol még több gyakorlati tippet és tanácsot találsz azért, hogy magabiztosan, félelem nélkül vágj neki a szülésnek. A szülés során ugyanis vannak választási lehetőségeid, és a döntés a tiéd, mert tiéd a szülés. Jó felkészülést kívánok! Szia!